Ma már se szeri, se száma a kereskedelmi forgalomban kapható különböző fajtájú etetőanyagoknak. A horgászok nincsenek könnyű helyzetben, a túlkínálat ugyanis óriási. Helyszínünk a Cuk kísérleti tava, ahol hazánk legrégebbi csaligyártó cégének egyik új termékének, a Bombasztik névre elkeresztelt etetőanyagnak a hatékonyságát vizsgáljuk. A gyártó nem titkolt célja az volt, hogy egy olyan etetőanyagot kísérletezzen ki, amely nem szelektál a halak között, így alkalmas a hazánk vizeiben élő összes békés hal horog közelébe csalogatására. A Cuk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és több mint 200 termékét használják itthon és külföldön is a horgászok. A következő percekben a Bombasztik elnevezésű etetőanyagot hasonlítjuk össze más kereskedelmi forgalomban kapható termékkel. A választás abszolút véletlenszerűen történt. A két etetőanyag közül az egyik egy külföldi, a másik egy hazai gyártótól származik. A Cuk az egyetlen olyan csali gyártó, amely nem csak teszthorgászok tapasztalatai, hanem saját megfigyelései alapján is megbizonyosodik egy-egy termékének hatékonyságáról. A Cuk ugyanis egy olyan kísérleti tóval rendelkezik, amelyben egy a halak megfigyelésére tökéletesen alkalmas víz alá épített körpanorámás építmény található. Innen nagyszerűen lehet látni, miként reagálnak a halak a különböző etetőanyagokra, csalikra. Kísérletünk a következőképpen történik. A Cuk új termékét, a Bombasztikot hasonlítjuk össze egy véletlenszerűen kiválasztott etetőanyaggal. Mindkét etetőanyag vízzel való összegyúrása után bekerül egy-egy etetőanyag tartó drótkosárba. A Bombasztikot leengedtük az egyes számú ablak elé, a másikat, az idegen gyártótól származót, a hármas számú ablak elé. Miután ez megtörtént, kíváncsian vártuk a fejleményeket. A Cuk kísérleti taváról tudni kell, hogy abban szinte minden hazánk vizeiben élő békés hal megtalálható, ráadásul nem is akármilyen méretben. Ne felejtsük el, a kísérlet lényege, hogy bebizonyítsa azt, hogy a Bombasztik rövidebb idő alatt számban és fajtában is több hal érdeklődését kelti fel, mint más etetőanyag, és az ízvilága ott is tartja ezeket a halakat. Az egyes számú ablak mögött az etetőanyag vízbe juttatása után nem sokkal megpezsdült az élet. De nézzük meg a hármas számú ablaknál is a történéseket. Az idegen etetőanyagra is érkeztek látogatók, de lényegesen kevesebben vannak, mint az egyes számú ablak mögött. Persze még a helyzet változhat, hiszen nagyon az elején járunk a kísérletnek. Menjünk tehát vissza az egyes számú ablakhoz. Szemlátomást gyarapodott az etetőanyagra odasereglő halak száma, ráadásul egyre több halfaj képviseltette magát. A vörös szárnyú keszegek móhón falták az etető kosárban lévő anyagot. Nem is akármilyen, már-már rekordlistás méretű vörös szárnyú keszegekről van szó. Ez a horgászok számára jót jelent, hiszen az etetőanyag felkeltette a vörös szárnyúak legnagyobb példányainak az érdeklődését. De nem csak vörös szárnyúak képviselték a keszegfélék családját. Hamar megjelentek a gyönyörű külsővel rendelkező szilvaórú keszegek is. Ők sem tekinthetők fajtájuk legkisebb példányainak. Móhón habzsolták az etetőanyagot. Hazánk egyik legszebb hala a compó. Sajnos elég ritkán akad horogra, de lehet fogásukban a Bombasztik komoly áttörést hoz, hiszen a halak doktorának is nevezett hal nem tudott ellenállni a finom eledelnek. Ideje ismét átnézni a hármas számú ablakba. Pozitív változások itt is felfedezhetők, hiszen több hal habzsolja az etetőanyagot, mint korábban, de úgy tűnik a Cuk valamit nagyon eltalált, mert a két ablak mögötti hal sűrűség között jelentős különbség mutatkozik meg a Bombasztik javára.
De folytassuk megfigyelésünket az egyes számú ablaknál. Amíg elidőztünk a hármas számú ablaknál, ez idő alatt újabb példányok jelentek meg. Azt, hogy mennyire nincs szelektáló hatása a bombasztiknak, nagyon jól mutatja, hogy olyan hal érdeklődését is felkeltette az anyag, mint a márna, amely, mint tudjuk, elsősorban a folyóvizek lakója. De az a néhány példány, ami a cuktóba lett telepítve, ugyancsak megtalálta a bombasztikot. De a másik etetőanyag nem vonzotta őket. A keszek félék közül a horgászok kedvence kétségkívül a dévér. Jó hír, hogy a dévérek is egyre többen találták meg az etetést. Fontos tudni, hogy amikor az etetőanyag a vízbe kerül, és azt követően, hogy egyre több hal jelenik meg, a farokúszókkal veltett vízhullámok még nagyobb területen terítik szét az etetőanyagot, így egyre több hal jelenik meg az etetésen. A sok hal még többet vonz tehát az etetésre. A hármas számú ablakban is zajlanak az események, de itt nincs akkora forgatag. Miután kevesebb a hal, így az etetőanyag sem terül szét annyira a vízfenéken, hogy az újabb jövevényeket sajjon a helyszínre. Miután az egyes számú ablak mögül a halak feledték a táplálékot, így a továbbiakban egy másik ablaknál, a kettes számúnál teszteltük a bombasztikot. A folyamat ugyanaz volt, mint az egyesnél. Hamarosan megjelentek a keszegek, és aztán szép lassan a többi halfa is. A tokok étvágya csillapíthatatlan, így meglepő lett volna, ha éppen ők maradnak távol. Hatalmas habzsolás vette kezdetét itt is. A halak étvágya csillapíthatatlan volt. A bombasztikra kisvártatva egyre nagyobb példányok érkeztek. Igazán fenséges látványt nyújtanak az amúrok és a fekete amúr is. Amúrokról pedig tudni kell, hogy rendkívül óvatos halak. Óvatosságukat azonban legyőzte a bombasztik. Egy igazán jó etetőanyag és etetés idővel előcsalogatja a nagy pontyokat is. Kisebb pontyokat láttunk már korábban is az etetésen, de az idősebb, sokat tapasztalt példányokra azonban mindig várni kell. Ennek az etetőanyagnak azonban a kapitális termetű pontyok sem tudtak ellenállni. A bombasztik összetevőjének köszönhetően még akkor is kifejti hatását, amikor már azt hinnénk, a halak felettek mindent. Íme itt ez a busa, amely mint valami cetszápa olyan eleganciával szívja be magába a vízben lévő nagyon apró, szemmel észre sem vehető szemcséket. Természetesen a gyártó a cuk más idegen etetőanyagokkal is összehasonlította már korábban a bombasztikot és hasonló tapasztalatokat szerzett. E magas hatásfokkal bíró etetőanyag előállítása nem egyik napról a másikra történt. Kísérletek hosszú sora után sikerült egy tökéletes etetőanyagot kifejleszteni, amely azt gondolom jelentősen javítja majd a horgászok fogási teljesítményét.